senki vagyok, hogy megmondjam nekik a tutit. Imádom a boci szagot. Hát, ja, ki kellett innen, ott jöttem be, ugye? Bejöttem ide, szépen ide, ahol most vagyok. És akkor mondták, hogy hát, tolassál vissza szépen, forduljál meg, és akkor tolassál be. Na, nem jó van. Sziasztok! Ecsi vagyok. Hello! Gyere ide! Milyen jó kis helyetek van itt, száraz, meleg. Jönnek. De gyönyörűek vagytok. Nagyon szépek vagytok. Egyik szebb, mint a másik. Nem is tudom, melyiket választanám. Hazajöttek velem, az üres konténerbe belefértek. Megjárta. Istenem. Sziasztok. Remélem megy a GoPro-m. Tudom megnézni. Nem vezetek. Hát legfeljebb dumálok magamba itt egy fél órát, hogyha nem. Arról akarok beszélni, hogy ez az influencerkedés. Ugye minél, nem tudom, otthon is gondolom így mondják, hogy influencerkedés, ugye? Minél nagyobb valakinek a követő tábora a különböző social médiákon, mint Facebook, Instagram, YouTube, Patreon, TikTok, annál több támadás éri szerintem emberektől, mindenféle
fajta támadás. Egyrészt azért, hogy mit színészkedik az ember, mit mutogatja magát, mit fényezi magát, hogy mennyivel jobb, mint a többi, mit billegteti magát, kelleti magát. A fotókon, meg a videókon, meg hogy erre senki se kíváncsi, minek csináljuk ezt. Elmondanak minket mindenféle narcisztikusnak, magamutogatónak, szeretetéhesnek. Volt már, aki mondta az én csatornámra, hogy olyan, mint a Pornhub. Akkor hazugságokat terjesztenek, például, hogy félmeztelen fotókat rakok föl, meg hogy itt láttak, meg ott láttak, meg amott láttak, és hogy nagyon csúnya vagyok élőben, nem is értik, hogy mit keresek én itt. Koszos a ruhám, rosszul dolgozok, egy hétig voltam egy munkahelyen és kirúgtak, meg atya úristen, annyi-annyi minden, így ilyen hazugságok jönnek össze, hogy gondoltam, hogy beszélek egy kicsit róla, hogy vajon ezt miért csinálja az ember ezeket a videókat, fotókat, vlogot például, hogy ez a videó naplózás, videónaplózás, tehát hogy majdnem minden nap csinálunk videót, és akkor elmondjuk, hogy hát miért megyek én rossz felé? Azt írja, hogy rossz felé. De hülye vagyok, rossz felé mentem. Istenem, előfordul. Aj, Istenem. Na, mindegy. Persze, mert arra kellett volna mennem. Nem is tudom, miért megyek észak felé, megyek közben, le kell mennem délre. Lina. Na, hogy miért csináljuk ezt? Hát én gondolkoztam rajta, hogy én miért csinálom, nem tudom más miért csinálja. De azt már elmeséltem, hogy hogyan kezdtem, hogy valaki mindig mondta, hogy olyan jó történeteket mesélsz, meg olyan sok felé jársz, miért nem mutatod ezt be social médián, hogy hadd lássák mások, és mert biztos másoknak is érdekes lesz. És én így kezdtem el tulajdonképpen csinálni ezt. Aztán ugye az embereknek tetszett, és akkor egyre nagyobbra duzzadt az egész. Az én véleményem szerint, ugye, hát régen is volt szórakoztatás, tehát az emberek igényelnek szórakoztatást, igénylik az új információt, igénylik azt, hogy mást is lássanak, mint ami ő nekik van otthon, vagy az ő környezetükben. És tehát az emberek szeretik látni, hogy a messziről jött ember mit mond. A messziről jött ember hogy viselkedik, milyen sorsa van, milyen dolga van, mit csinál, milyen ott a környezet, hogy néz ki. Tehát az emberek szeretik, kíváncsiak a másra, nem mindig csak a sajátjukra. És ugye, hát régen, mikor még nem tudtak utazni az emberek, akkor ugye voltak ezek az utazó cirkuszok, és akkor ott mutattak be mindenféle kisebb történeteket, mindenféle furcsa embereket, mint például óriásokat, törpéket, olyan dolgokat mutattak be az embereknek ott helyben, amit még soha ők nem láttak. Úgyhogy tehát ez az igény a szórakoztatásra, ez mindig is megvolt mindenhol. A rómaiaknál is ugye cirkuszok, meg hát minden. Tehát az igény megvan arra, hogy az emberek kíváncsiak, és az igény megvan a szórakoztatásra. Na most ugye ez az évek során, meg az évtizedek során, évszázadok során ez fejlődött. Ugye újságok, könyvek, az is egy típusú szórakoztatás, abból is az emberek információt gyűjtenek. Ugye az információ gyűjtés az régen a túléléshez kellett. Tehát, hogyha valaki nem adott tovább információt a következő törzscsoportot, a törzseknek vagy a csoportoknak, akkor azok meghalhattak, ha nem tudták azt, hogy mit tudom én, jön az ellenség, vagy mit tudom én, egy fenevad arrafelé ólálkodik. Tehát az információ megosztás, meg a kíváncsiskodás, ez onnan ered.
Úgyhogy igazából ezért vagyunk kíváncsiak, meg ezért vannak a pletykák, a beszélgetések. Ezért szeretnek az emberek információkat cserélni, mert kellett régen a túléléshez, és az ugye ez megmaradt bennünk, mint egy szokás. Na most megfordulok, és elindulok a jó irányba. Szóval, ugye ahogy fejlődött ez a történelem az idők során az információcsere, ugye ez sok felfedezés, a rádió, később a televízió, a mozifilmek. Mi volt az? Aztán ugye az internet később, ahogy jöttek a hírlevelek, hírújságok, e-mail, aztán később ez a social media cucc, ugye a Facebooktól kezdve minden. Az információ megosztás, meg csere, meg információt felrakni egyre egyszerűbb lett, egyre gyorsabb lett, és hát az emberek így egyre több információhoz jutnak hozzá, egyre gyorsabban, egyre színesebben, egyre érdekesebben. Úgyhogy én szerintem most, amit mit csinálunk itt influencerek, vagy hát ilyen emberek, akik így sok követőnk van, valamiért mi megragadjuk az emberek figyelmét. Vagy pedig azért, mert kitartóan rakjuk fel az anyagot az internetre, és valamiért felkapja az internet, ugye nem tudjuk, hogy miért. Meg az emberek is, mert ugye vannak, akik se nem csinosak, se nem szépek, se nem okosak, se nem ügyesek, és mégis valamiért sikeresek lesznek az interneten. Igazából nem lehet tudni, hogy miért történik minden. Ugye én is, ha úgy nézzük, hát ugye 50 éves vagyok, egy idősödő nő vagyok, ha úgy nézzük, külföldön, tehát én egy külföldi vagyok egy országban, ami ugye nem túl előnyös helyzet általában, külföldiként élni egy országban. Egy idősödő külföldi nő, és ilyen sikerem lett itt Angliában ezzel, tehát nem lehet tudni sose előre, hogy mitől függ. Jó, mondjuk a munkám, igen, az érdekes, hogy gondolom érdekes másoknak, hogy egy nő kamiont vezet, bár nem vagyok egyedül ezzel, ugye ezt nyilván hozzá kell tenni, mert ilyenkor a női csoportok mindig hozzáteszik, de nem vagy egyedül, mit rázod a rongyot, mint hogyha nem is tudom, mi úgy csinálsz, mint hogyha ilyen különleges lennék. Én nem csinálok úgy, mint a különleges lennék, én csak a munkámat osztom meg a világgal, aki kíváncsi rá, aki meg nem kíváncsi rá, az meg lapozzon tovább, vagy ne nézzen, vagy kövessen ki, vagy nem tudom, hogy mondják. Szóval nem kötelező engem nézni, meg nem is azért csinálom, mert hűde különlegesnek érzem magam. Ez így jött ki, úgyhogy ennyi. Valami van bennem, amit meg szeretnék osztani az embereknek. Ilyen például a színészek, az írók, a költők, az újságírók, a bemondók, a riporterek, a van egy csomó muzsikusok, ezek mind azért csinálják, amit csinálnak, mert meg szeretnék osztani a közönséggel azt, ami van bennük, amihez tehetségesek, és jó, úgy gondolják, hogy jól csinálják, meg szeretik csinálni. Tehát ezt a passziót, ami van bennünk, ezt valamiért mi meg szeretjük mutatni az embereknek, főleg akkor, hogyha van rá közönség, és főleg akkor, hogyha az emberek szeretik ezt nézni. Az igen egy olyan, hogy mondjam nektek, ilyen húzóerő is, hogyha az emberek szeretik nézni. Ha senki nem lenne rá kíváncsi, akkor nyilván nem csinálnám. De mivel, hogy nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, ezért néha akkor is csinálom, hogyha nincs hozzá annyira nagyon kedvem. De hogyha már nagyon-nagyon nincs hozzá kedvem, voltak olyan időszakok, mikor nagyon nem volt hozzá kedvem csinálni, például volt évben is volt egy hetem, amikor teljesen nem csináltam semmit a social médiámon. Igazából nem erőltetem, hogyha nincs kedvem hozzá. Volt egyszer egy barátom, akinek nem tetszett, hogy ezt csinálom, és ő miatta is abba hagytam, amíg együtt voltunk 7 hónapig. Tehát azt már
az a 7 hónap az már nem az első eset volt, hogy együtt voltunk, tehát már 3-4-szer szétmentünk, és akkor, mikor még egyszer összekerültünk, akkor mondtam neki, hogy akkor megpróbáljuk így, hogy most abba hagyom az összes social médiát, mindent megszüntettem, és hogy hát akkor működik a kapcsolat, de 7 hónap után úgysem működött, úgyhogy akkor visszajöttem Facebookra, mondom, akkor nem az volt a probléma. Úgyhogy igazából nem okozott gondot az se, hogy akkor nem csináltam, nem. Picit hiányzott egy-két hétig, ugye, amikor az ember nyomogatja a telefont, hogy most akkor hol az a kék ikon a telefonról, de amúgy nem, tehát nem életelemem, tehát nem függök tőle. Csak annyi, hogy szeretem megmutatni, és szerintem ezek az emberek, akik idáig eljutnak, hogy ennyi követőjük van, meg ennyi hát rajongó, hogy úgy mondjam, mert ugye sokan hétről hétre, minden héten néznek, írnak, válaszolnak, kérdeznek, tehát aktívan részt vesznek az én életem történéseiben, hát virtuálisan. Ők azért ösztönzik az embert, igen, hogy ez, hogy valamit jól csinálunk, érdekli az embereket. Az is volt már kérdés, hogy ez miatt én élek-e máshogyan, mint ahogyan élnék a social media nélkül, meg a videók nélkül. Hát ez egy nehéz kérdés, erre nem nagyon tudok válaszolni. Valószínűleg, hogy máshogy, igen, valószínűleg máshogy élnék. Valószínű, hogy nem lett volna ennyire érdekes életem. Érdekes a utóbbi pár éve, úgy mondom, mert azért eléggé nyomtam, hogy olyan munkákat is megkaphassak, amit amúgy nem, talán nem mentem volna, nem csináltam volna, például ez a farönkszállítás, meg ilyesmi. De hát ezek mind gazdagítanak engem, tehát ez az én tapasztalatom, amit megszereztem ezekkel a munkákkal, meg ezzel az életformával, ezzel az életstílussal, amit csinálok. És nem azért csinálom, hogy felvágjak vele, vagy ilyesmi. Csak meg szeretném mutatni. Ezt nem mondom, hogy művész lélek vagyok, mert nem vagyok író, költő, meg ilyesmi. Mondjuk írni nagyon szeretek. De azt mondtam már, hogy a nagy író volt a családunkban, Lázár Ervin, a nagybácsikám, második nagybácsikám, azt hiszem apukámnak a apukám, tehát a nagymamámnak a testvére volt. Ha jól tudom. Na, kell kérdeznem anyukámat. Szóval volt író a családban, és volt róla szó is sokszor a családon belül, ugye, hogy a Lázár Ervin, meg az író, meg a könyvek, meg a történeteket, amik írt, meg jött hozzánk látogatni, meg mit tudom én. Emlékszem, hogy a pici voltam, akkor jött hozzánk látogatni, és engem úgy keresztelt el, úgy hívott, hogy Pogácsa képű. Mert hogy ilyen jó kerek képen volt akkor is. Úgyhogy én mondtam, a Pogácsa képű. Hát fantáziája volt, azt így. Szóval, na. Mert ugye a Facebookomat úgy kezdtem, hogy írtam, mindig ilyen fotókat csináltam, és akkor leírtam, hogy mi történt aznap, és az emberek szeretnék olvasni, most is szeretnék különben. Hogy a többi influencer miért csinálja, amit csinál, azt nem tudom, hogy kinek mi az indítatása. Gondolom sokan csak pénzt akarnak csinálni. De általában azt vettem észre, hogy ezek a nagyok is, akiket én követtem, ugye ez az Ivona Lengyelországból, az Angelika, vagy nem tudom, hogy mondják a nevét, ő azt hiszem svéd, ilyen nagyon csinos szőke kis csaj, meg volt még egy jó pár, az a Razor Kitten, itt Angliában is van egy jó pár még, de úgy veszem észre, hogy ők úgy csinálják, hogy csinálják, és akkor azt csak puff, abba adják az egészet. Mert hogy ugye változik a családi helyzet, talán munkát cseréltek, kiégtek, már nincs mit
mutatni nagyon nincs mit, már csak esetleg azt, hogyha valami nagyon különleges esemény történik. De azért nem égek még ki, mert tudom, hogy 2-3 hét is megyek Kopenhágába például egy új munkára. Hívott a Honda, hogy menjek nekik dolgozni, a Honda Autó versenyzésnek vinni a cuccait. Meg ilyenek, tehát most jön a nyár, most kezdődik, már most jön, még februárban, de már tehát a nyár előttem van, a Forma 1-et bármikor tudom csinálni, mert oda mindig mehetek. Tehát jönnek majd ezek a jó melók, amiket imádok csinálni. És alig vár. És jó ez is, amit most csinálok, mert már tudatosan le tudok lassítani, hogy ne várjak mindig mint valamit a jövőbe, hanem azt élvezzem, amit most csinálok, és ide figyeljek erre, és ezt csináljam szívvel, lélekkel, és ne vágyakozzak, meg várjak valamit mindig a jövőben, mert emlékszem tavaly is ugyanezt csináltam, egy konténerezést csináltam január-februárban, és nagyon szenvedtem. De tudjátok miért? Azért, mert szenvedtettem magam. mert szenvedtettem magam rendesen. Mondtam magamnak, hogy jaj, ez olyan unalmas, jaj, most ezt nekem még kell ezt így csinálni, miért nem tudok valami más melót szeretni, ami nem ilyen unalmas, meg ilyesmi. Tehát ilyeneket mondogattam magamnak, és teljesen lehúztam magamat le. És nem tetszett, nem jó volt. És most meg direkt úgy vágtam bele ebbe a 2 hónapba, hogy ezt most csinálom, és azt fogom élvezni, hogy tök gyakorlattan csinálom, tudom merre, hány méter, hova megyek, pontosan tudom a menetét az egésznek, jó pénz, hogy egy ezrest egy hétre, hétfőtől péntekig dolgozok, a hétvégén mindig otthon van, tudok szervezni a barátokkal a bulikat, most is megyünk a mesébe bulizni, csak úgy megsugom. Hétvégén megyünk Nottinghambe, béreltünk szállodát, lesz magyar buli, 3 emeletes a klub, ahova megyünk, mind a 3 emeleten más zenék lesznek. Úgyhogy most ezt élvezem. Aztán majd márciustól ugye megint kezd felpörögni az egész, kezdődnek az autóversenyek, a motorsportok, a koncertek, a Forma 1. Ki tudja még mi lesz. Úgyhogy előttem a nyár, előttem a sok lehetőség, amit még nem nagyon tudok, még csak 1-2-3 munkám van bekönyvelve, és hogy nem fogok most ezen sirálkozni, nekem konténereznem kell. Ja, na, szóval ezt akartam mondani a kiégésről, hogy más miért csinálja, nem tudom, vagy miért nem csinálja az Ivona, az most már több mint 10 éve csinálja, azt tudom, és hát ő neki ugye több százezres követőtábora van. Van még a
sajnos amúgy, és szerintem ő is népszerű. Van a Becky, ő ilyen állatszállítással foglalkozik, élő állatszállítással. Akkor van a Sam, egyedül a Samtől érzem azt, hogy ő szokott nekem kommentálni meg minden, hogy ő abszolút nem féltékeny rám, mármint a social médiámra meg a sikeremre. Ő az, aki rám ír, hogyha így jön szembe, ó, láttalak! Meg lehet érezni, hogy olyan kedves, kellemes csaj. A többiről mindegyikről érzem, hogy olyan távolságtartóak. Nem közösködnek velem, már csak azért sem, mert külföldi vagyok szerintem, meg sikeres is vagyok, így az interneten az emberek beszélnek róla. Ők nem szeretnek, nagyon sokan nem szeretnek nők, mindig a nőktől jönnek a gonosz megjegyzések. Milyen szép kis házak. Milyen ló. Szobor. Na jó van. Szóval készen vagyok a tehenészet fuvarra, és én most megyek vissza a városba. Arra nem tudok menni, mert arra van egy alacsony híd, az egyszer tuti. Úgyhogy arra kell mennem. Elég szűk itt az út mindenfelé. Hát ugye ilyen autók mászkálnak, ilyen Bentley-k. Hogy ez itt falon laknak a gazdagok. Azt gondolom, mondtam már, ugye? Mindenki ilyen van valami település, annál drágábbak a házak, annál gazdagabb emberek laknak ott. Itt falon laknak a gazdagok, meg vidéken, tanyán, és a városokban laknak a csórikámék, mint én például. Működik. Remélem hallotok, majd jó hangosan beszélek, jó? Na, még egy pár dolgot szeretnék mondani ezzel az... remélem tetszik a sapkám. Ez egy... kaptam egyszer ajándékba, jött postán nekem. Még a Stobart-nál dolgoztam, és a Stobart telepre jött postán ez a sapka. Meg egy piros is ugyanilyen. Még most sem tudom, hogy kiküldte, vagy miért. De ő, hogy a nevem van rajta, azért nem nagyon szoktam viselni, mert nekem furcsa a saját nevemet viselni magamon. Ez már egy kicsit túlzás. Na, még az influencerkedéssel kapcsolatban szeretnék egy pár dolgot mondani, hogy vannak ezek a nagy influencer találkozók, hogy összejönnek az influencerek, úgy néz ki, hogy támogatják egymást, egymással csinálnak videókat, esik vagy nem esik. Meg így követlek, meg úgy követlek, meg ilyenek, aztán közben meg egymás háta mögött nem szeretik egymást, magyarán szépen szólva. Szerintem annyi, én legalábbis nekem az a véleményem, hogy tulajdonképpen konkurenciák vagyunk mi egymásnak ezekkel az influencerekkel. És igazából nem hiszem, hogy őszintén kíváncsiak vagyunk a másikra, ha csak nem azért vagyunk kíváncsiak, hogy ő neki hogy megy, meg nekem hogy megy, tehát hasonlítgatni magunkat hozzájuk. De amúgy én nem hiszem, hogy őszintén szívből jót lehet kívánni a konkurenciának. Nem tudom, hogy értitek-e. Most ezt tényleg nagyon-nagyon őszintén mondom, mert látom, tehát én érzem az emberek érzéseit a szavak mögött. Mindenki, tudjátok, ez a jaj, how are you? És akkor mosolyog, és akkor hajszél, közben meg tojik rá az egész. Ez csak egy ilyen udvariaskodás, mert így van. Rendjén így tanulták meg az emberek, hogy szépen udvariasan kell viselkedni, de közben mindenki tojik másik fejére. Max azért kíváncsiskodik, hogy tudja, hogy ő hol áll a létrán, vagy hol áll a rangsorba. De aztán kb. Ennyi. Úgyhogy szerintem, hát nem mondom, hogy féltékenykedés, de inkább ilyen versengés. Na, versengés van az influencerek között.
nem mondom, hogy mindenki között, mert mondom, érzem én is például, van az a szám, ilyen darus teherautóval mászkál, és akkor ilyen kabinokat vesz föl, meg ilyen nagyobb darabokat, amit darúval kell felemelni a teherautóra, és utána lekötözni, elvinni valahova, ahova kérték, és akkor megint darúval leemeli. Szóval ő ilyet csinál, és ő nála érzem egyedül ezt az őszinteséget, hogy ő nem foglalkozik azzal, kinek hogy megy. Úgyhogy nagyon-nagyon ritka. Nagyon-nagyon ritka. És ez a legtöbb gonoszkodó komment, meg amikor így az embert próbálják megbántani, meg csúnyát mondani rá, hazugságot kitalálni, és akkor azt oda rakni kommentként, vagy híresztelni esetleg, vagy... Ja, na szóval ezek szerintem ezek azok az emberek, akik hát valami olyasmit piszkál meg bennük a az én videóm, meg az én jelenlétem, meg az én mondani valóm, ami fáj nekik. És ezt a fájdalmat valahogy ki kell nekik adni. Vagyis akkor lesz könnyebb, ha kiadják. Ha van, aki lenyeli, és akkor depressziós lesz, meg szorongani fog egy idő után, de van, aki kiadja magából, mert ugye attól jobban érzi magát az ember, hogyha valakit bánthat, és mondjuk ilyen. Úgyhogy igazából én az ilyenekre nem nagyon szoktam megsértődni, mert tudom, hogy honnan jön ez a gonoszkodás. Legtöbbször, hát 80%-ban nőktől jön ez a rossz indulat. Most ezt az én csatornámról beszélek, az én tapasztalatomról beszélek. Nagyon nagy mértékben nőktől jön a rossz indulat, meg ez a gúnyolódós, csúfolódós pletykálkodás. De mondjuk azt megértem, mert egész életemben így voltam, tehát engem mindig a nők kevésbé kedveltek, meg szíveltek el, mint a férfiak. Úgyhogy én ezt megszoktam már. Meg ahogy mondtam is, olyan iskolába jártam, ahol nem csak mint fiúk voltak. Úgyhogy én megszoktam a fiú társaságot. Jól tudok velük, ki tudok jönni velük, talán jobban, mint lányokkal. Vannak lánybarátnőim, most itt Angliában is, meg gyerekkoromban is voltak lánybarátnőim. Mai napig jobban vagyok velük. Szeretem őket. Szóval nincs nekem ezzel problémám, hanem a gonoszkodás olyanoktól jön általában, akiket nem is ismerek, meg ők se ismernek engem. Tulajdonképpen meglátnak egy fotót, vagy egy posztot, vagy egy filmet, és akkor hatalmas véleményük van már rólam, mint egy egész emberről, hogy én ilyen vagyok, olyan vagyok, amolyan vagyok. Ja. Ja, még azt akartam mondani, hogy a negatív kommentek meg a mocskolódás igazából nem fogja megváltoztatni a stílusát az én jelenlétemnek a social médián. Tehát nem fogja megváltoztatni, mert én ilyen vagyok, én nem fogok tudni megváltozni, csak azért, mert egy-két ember ezt mondja, meg azt mondja, meg így javasolja, meg úgy javasolja, meg csúnyákat beszól, meg lenéz, vagy ilyen hasonló. Nem csak én, de aki már ideig eljutott, hogy már évek óta nyomja ezt a videózást, meg a posztolást, meg az influencerkedést. Tehát ha valaki már ideig eljut, akkor már, az már nagyon sokan átment, nagyon sok szart kapott már az emberektől, nagyon sok beszólást, sok mocskolódást, bántást, és ugye ezen túl tudtuk magunkat tenni így az évek alatt, és idáig eljutottunk, hogy több százezer követő van különböző csatornákon, akkor miért gondolja valaki, hogy ő beszól, és akkor ettől most meg fog változni az az influencer, és többet nem lesz szót, vagy feladja, vagy másik fogja csinálni. Ez most komoly? Most tényleg azt gondoljátok, akik így beszólogattok, hogy ettől most valaki meg fog változni? Mert szerintem akkor nagyon tévedtek.
Ja, szerintem, hogy ki akarod csak adni magadból, és azért van ez a beszólogatás, meg a csúnyám megszégyenítés, kísérlet, vagy valami ilyesmi. Nagyon szép fekete szkennyé. Tehát ez a megszégyenítés, meg a gúnyolódás nem fog megváltoztatni minket. Akik mi már idáig eljutottunk rajtunk, már az ilyenek nem hatnak, nem fognak. Lehet, hogy elszomorító, amit most mondok nektek, de ez így van. Már túl sok mindenem mentünk keresztül. Akik ilyenek, tehát ilyen próbálják a másik embereket megszégyeníteni, meg lenézni, kigúnyolni, kicsúfolni. Ők valószínűleg úgy nőttek fel olyan hitrendszerbe a családból, a szülőkből kiindulva, akik azt tanították nekik, hogy aki kitűnik a többi közül, aki meri máshogy csinálni, mint a többi, aki kicsit bátrabb, mint a többi, azok rosszak, és azok feltűnési viszketegségben szenvednek. És gondolom, hogy őket megbüntették gyerekkorukban az ilyesmiért. Tehát minél szürkébb vagy, minél bátortalanabb vagy, minél jobban belesimulsz a környezetedbe, mint egy kaméleon, eltűnsz, és senki nem vesz észre, nekik az a jó, tehát ő nekik az a normális, és aki így kitűnik, meri magát kitenni a közönség elé, az emberek elé, mer megnyilvánulni, elmeri mondani a véleményét, fölmeri rakni a nem teljesen tökéletes videókat, fotókat, köhécselni esetleg a videón, mutatni, hogy mi is emberek vagyunk. Engem úgy neveltek, hogy ezek normális dolgok, az élet velejárói, tehát minél jobban valaki mutatja azt, hogy nem tökéletes, annál emberibb, annál normálisabb. Volt olyan kommentom, és egy párszor egy srác kommentelt, hogy én nagyon túl sok segítséget várok a kollégáimtól, és hogy teljesen nyilvánvaló, hogy én alkalmatlan vagyok erre a munkára. Hogy nem fair a többi sofőrökön az, hogy én dolgozok, és hogy feltartom a többiek munkáját. És hogy adjam fel ezt a munkát, és menjek el inkább taxisofőrnek, mert ott talán nem fogok annyit hibázni. Hát szegény ember, akit így neveltek föl gyerekkorában, hogy nem hibázhat, mert akkor inkább ölje meg magát, mert hogyha hibázik, akkor adnak annyi. Hát nagyon tudom sajnálni ez ilyent, aki még felnőttként is így él, hogy nem engedi saját magát hibázni, és azt, aki hibázik, azt lenézi, kigúnyolja. Az nagyon-nagyon hibás, és nagyon sajnálom tényleg, aki így él. Eléggé vacak élete lehet, őszintén szólva. De hát én nem vagyok, én senki vagyok, hogy ezt így elmondjam. És megmondjam nekik a tutit. Ők megmerik mondani nekem a tutit, de én nem akarom. Viszont ezért is nagyon érdekel ez a mentális tanácsadásos iskola, amit csinálok. És hát befejeztem az első részét, aztán most jön majd a második része szeptembertől egyetemen. Nagyon-nagyon érdekes az emberi psziché. Ki miért, hogyan. Ahogyan valaki felnő a családban, az tartja, az neki a norma. És ugye minden családban mások a normák. És ez nagyon-nagyon nehéz. Sokszor nagyon későn vesszük észre, és nagyon nehéz belátni, hogy mindenki máshogy csinálja. Mindenki máshogy csinálja. Mert hogy mindenki máshogy csinálja. És ezt szerintem gyönyörű, ezt tiszteletbe kéne tartani, ezt ünnepelni kellene, hogy mindenki máshogy csinálja. És csodálkozni rajta, és érdeklődni utána, és megkérdezni, és Úristen, ez most komoly, te ezt így látod? Szerintem ez egy nagyon érdekes, hát ettől gyönyörű az élet, hogy mindenki máshogy csinálja. Olyan lehet valakit azért megszidni, meg lenézni, meg kigúnyolni, meg kicsúfolni, mert máshogy csinálja, mint te. Annyira rossz ez, annyira helytelen, hogy azt el sem tudom mondani.
úgyhogy ezt hagyjátok abba, és inkább csodáljatok engem, mert nem csak viccelek.